A szeretet cselekszik. Ezzel a nyitó gondolattal fogadták a vendégeket a nagyari Lubi kastélyban a szociális munkanapján. Az ünnepi alkalmon elismeréseket is átadtak a kimagasló teljesítménynyújtó megyei szociális dolgozóknak. Vinnai Győző országgyűlési képviselő azt mondta, erre az elismerésre mindenképpen szükség van. Azt mondtam 2 évvel ezelőtt, hogy a szociális ágazat nem maradhat az árnyékba, és különösen amikor a Covid megjelent, akkor erőfelül teljesítettek, a napi munka mellett még plusz munkákat kellett vállalni. Ugye az egészségügy az a reflektorfényben volt, de igenis a gondoskodás politikában az, hogy ellássák idős vagy idősebb embertársainkat, sokszor demens embertársainkat, vagy betegséggel küzdő embertársainkat, az egy nagyon nemes feladat, nagyon sokan elkötelezettek, magas hivatástudattal rendelkeznek, és ezért meg kell őket becsülni, és díjazni is kell. A megyei önkormányzat elnöke is megerősítette, nehéz, de nagyon fontos munkát végeznek az ágazatban dolgozók. Mindig kitüntetett nap volt számunkra már, mint a szociális munkanapja, és örülök a meghívásnak, hogy így régi kollégákkal, intézményvezetőkkel, ezekben az ágazatban dolgozókkal újra találkozhatom. Nagy megkönnyebbüléssel adtuk át annak idején az államnak ezt a feladatot, hiszen olyan kiterjedt és olyan jól működő intézményhálózat született ezzel az egyházi átadással és más egyéb szükséges beavatkozásokkal, ami azt gondolom, hogy jobb színvonalon tudja működtetni ezt az intézményrendszert, mint akár korábban is. Tehát most az ágazatról sokat hallunk, ugye a sajtóban mindenféle, hát eléggé az egész ágazatot érintő deodesztáns dolgokat, úgyhogy újra fontos azt gondolom megerősítenem nekem is megyék közülési elnökként a szolidaritásomat, az elismerésemet, nagyra becsülésemet az ágazatban dolgozókkal szemben. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború okozta menekült válságban is bizonyították elkötelezettségüket a dolgozók. Külön meg szeretném köszönni önöknek azt a munkát, amit a háború első hónapjában tanúsítottak, akár adomány formájában, akár a határokon való munka formájában, akár a regisztrációs ponton való odafigyeléssel és törődéssel. És hát tudom jól Mariantól, hogy akár aki a szociális szférában dolgozik, azokat is állította nagyon nehéz lelki helyzet elé. Amikor egy anyuka ott ömlik össze a regisztrációs ponton, mert akkor érti meg, hogy a csecsenek nézett férjét lelőtték az ukránok a 2 gyermeke előtt. És hát aki önkéntesként dolgozott, és örülök annak, nem azért, mert én mondtam, de hogy a feleségem és a sógornőm és a fehérgyalmati regisztrációs ponton több napot dolgozott, és akkor az ember úgy megérti, hogy milyen a folyamatos lelki teherrel együtt élve, végül is örömmel, hivatástudattal dolgozni. Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, az állam anyagilag is igyekszik megbecsülni az ágazatot. A kormányzatnak meg az államnak természetesen ebben van szerepe. Csak egy számot szeretnék mondani, azokra a vádakra is válaszolva, hogy az állam miből vonul ki, sehonnan nem vonul ki. 2010-ben szociális gyerekjóléti, gyerekvédelmi területre kiadásokra a magyar költségvetés 325 milliárd forintot költött. Ez az idei költségvetésben 1140 milliárd forint, és jövőre 1300 milliárd forint, tehát ami a 2010-ben 325 milliárd forint volt, az jövőre 1300 milliárd lesz. Ezt nehéz kivonulásnak értelmezni, ez négyszeresét jelenti. Természetesen, miután a gondoskodás politika területe mindig gondokkal van tere, ezért itt mindig van helye a fejlődésnek, meg a még több erőforrás bevonásának, de ettől függetlenül szerintem jó, ha tények alapján beszélünk valamiről, és ezek tények. De abban hiszünk, hogy akkor lehet ezt hatékonyan csinálni, ha sok szereplő van ebben. Ha itt vannak az önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek, szóval így vagyunk együtt, és így tudunk a legvégén az egyéneknek, meg a családoknak is a legtöbbet segíteni. A díjátadó mellett fotókiállítás is felhívta a figyelmet a szociális területen dolgozók nem mindennapi mindennapjaira.